Még az ősszel hirtattunk a Dériné Kulturális Központ szervezésében induló értedés a közösségért karcagi fiatalok társadalmi integrációját segítő programok című az új Széchenyi terv keretében megvalósuló projekt indulásáról. Ennek részeként január 1-től a sportcsarnokban megkezdte a munkát a 12-től 29 éves korosztályok számára létesített ugrópont ifjúsági információs és tanácsadó iroda. A szolgáltatásokat egyenlőre az iskolás korosztályok fedezték fel, mondja a Sebő Gábor irodavezető. Az ugrópont irodával 12-től 29 éves korosztálynak van célozva. Ez a korosztály is jelentkezik be, de főleg az általános és a gimnáziumból jönnek, tehát a középiskolából jönnek be legtöbben, és érdeklődnek különböző tanácsadások iránt. Főleg az előző időszakban a pályaorientációs tanácsadásra jöttek sokan, mivel a továbbtanulásra való felkészülésre segítette őket. Számítógépes szoba, olvasósarok, többféle szaktanácsadás, a lehetőség igazán sokoldalú. Van egy számítógépes szobánk, ahol lehet internetezni szabadon, ingyenesen. Van egy olvasósarkunk, 9 újságot járatunk, és azokat tudják olvasni. Főleg a fiatalokra és a sportkedvelőkre céloztunk. Van az autós, a motor után érdeklőződnek automotorunk van, az Új Néplap a Szolnok megyétől, nemzeti sportunk van, ilyen magazin az fiataloknak és a Bravo újság is a fiataloknak, és a természetesen érdeklődőknek a National Geographic újságot és a Bulvár újságot járatjuk, amit itt rendszeresen lehet olvasni a kis kialakított olvasó sarkunkban. Minden megcélzott korosztály megtalálta magához illő lehetőséget. Hát a legfiatalabb korosztály az általánosok nyilván az internetet is használják ki. A tanácsadásokra főleg a középiskolások jönnek érdeklődni, vagy éppen végzettek jönnek érdeklődni a tanácsadásokra. Jogi tanácsadásban inkább az idősebb korosztály érdeklődne, a fiatalok még nem igazán fordulnak, nem igazán tudnak, hogy ide fordulni hozzánk. Tehát inkább az idősebb korosztály, akinek van a problémája, a felmerült problémája, és ő szeretné megoldani a problémáját ebben a jogi úton, jogi lehetőségben. Az ugrópont a sportcsarnokban várja a látogatókat. A nyitottással úgy történik, hogy hétfőnként vagyunk zárva, a hét többi napján péntekig 2-től 7 óráig vagyunk nyitva, szombaton pedig 2-től 6-ig tart az irodának a nyitvatartása, és így lehet igénybe venni a számítógépet vagy az olvasósarkot. A tanácsadások viszont teljesen másképp működnek, az heti 3 alkalommal különböző és páros-páratlan héten váltakozva van a 4 fajta tanácsadásunk, a jogi tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás, a pszichológiai tanácsadás és a párkapcsolati tanácsadásunk váltja egymást a hetek folyamán. Az ugrópont szakmai menedzsere Konci Fruzsina. Az új Széchenyi terv keretében valósul meg ez a pályázat, értedés a közösségért karcagi fiatalok társadalmi integrációját segítő programok elnevezésű projekt. Ennek a keretében nyílt meg az említett ugrópont ifjúsági információs és tanácsadóiroda, amelyben különböző szolgáltatásokat és tanácsadásokat lehet igénybe venni, úgy mint a jogi, pályaválasztási, párkapcsolati és pszichológiai tanácsadás. Elsősorban ez a projekt a fiatalok társadalmi részvételének az erősítését célozza meg, így számos, és a szabadidő hasznos eltöltését kívánjuk megvalósítani. Ezért számos rendezvényre is sor kerül a projekt keretében. A projekt időtartama 2012. augusztus 1-től 2014. július 31-ig. A kínálatból figyelemre méltó a szaktanácsadások sora, amelyeket ingyenesen vehetnek igénybe az ugrópont vendégei. 4 tanácsadás működik, a 12 és 29 év közötti fiatalok vehetik igénybe mindenfajta problémával, tehát a pszichológiai tanácsadást azt Szabó Andrea tartja, ő a pedagógiai szakszolgálat pszichológusa, a jogi tanácsot dr. Farkas Flórián, a munkavállalási, munkaerőpiaci pályaorientációs tanácsadást azt Fazekas Sándorné, és a párkapcsolati tanácsadást pedig Kovácsné Szabó Ágnes, a gyermekjóléti szolgálat vezetője tartja. Mindenféle egyéni problémával lehet hozzá fordulni. Egy pályaválasztásihoz például, hogyha egy önismereti kérdésekkel foglalkozik, akkor arra, hogy megtalálja a résztvevőnek, hogy milyen szakma vagy pálya iránt érdeklődik, segítenek akár egy önéletrajz megírásában, a jogi tanácsadásban, munkajogi ügyekben lehet megkeresni, vagy
polgárjogi kérdésekben, bármilyen kérdésben hozzá lehet fordulni, és ami a legfontosabb, hogy ezek ingyenes tanácsadások. Tehát ez a korosztály ingyenesen vehet igénybe mindegyiket. A tanácsadásokra még várják az érdeklődőket. Érdeklődnek, de még várjuk az érdeklődőket. Nagyon lassan indul be, de már körülbelül egy olyan 40 fő már részt vett ezeken a tanácsadásokon. A szabadidő hasznos eltöltése sokféleképpen történhet. Az Ugrópont ebben is igyekszik segíteni, például az irodalommal. A Zavarba ejtő világunk címmel vers és novellaíró pályázatot hirdettünk, amelynek mai napon járt le a beadási határideje. Több mint 10 pályamű érkezett, ezt is 3 korcsoportban hirdettük meg, tehát 12-14, 15-18 év és 19-29 év közötti korosztálynak. Érkeztek versek és novellák is szerencsére. Persze a sport is a célkeresztben van. Június 1-én, 2-án egy 24 órás foci bajnokságot tervezünk, illetve szeptemberben felszeretnénk eleveníteni a non-stop vetélkedőt, és oda várjuk a csapatok jelentkezését. A non-stop vetélkedők sikere még a 90-es években igazolódott. Nagy hagyományokkal bíró rendezvény, és most több éven keresztül már nem volt, és ezt szeretnénk újra megvalósítani. Mindezek felett 2 tábort is terveznek a nyárra. 2 táborunk lesz, egy hagyományőrző tábor és egy diák önkormányzati, illetve önkéntes tábor. A további tervek szerint tehát színre lépne a városi diák önkormányzat is. Elsősorban az, hogy a fiatalok érdekeit képviseljék, az, hogy a iskolákban önállóan működő diák önkormányzatok közötti kapcsolat erősödjön, és egységesen tudjanak fellépni a fiatalok érdekeiben. A DÖK tagjait szakemberek készítik fel a diák önkormányzati munkára. Folyamatosan lesznek erre is képzések, tehát akik a városi diák önkormányzatban részt fognak venni, akiket oda delegálnak az iskolák, ők képzésben vesznek részt, és így a tábor keretében is egy képzés lesz szintén. Az Ugrópont színes programokkal vár minden érdeklődő fiatalt.